Október 1-én indul a népszámlálás, melynek során a Központi Statisztikai Hivatal munkatársai begyűjtik az adatokat arról, mennyien élnek hazánk településein. A nemzetiségi és felekezeti hovatartozásról szóló kérdésre a válaszadás önkéntes, de a Magyarországon élő népcsoportok fontosnak tartják megvallani hitüket és nemzetiségüket is. Mohácson a német, a horvát, a roma és a szerb önkormányzatok közös hétvégi programjának is ez volt az egyik fontos üzenete. Én személy szerint fontosnak tartom, most nyilván erről mindenki maga dönt, hogy mit tart fontosnak. Magyarországon születtem, magyar vagyok, de mégis horvát vagyok. Én vallom magam svábnak, én svábként születtem, svábként is fogok meghalni, és a népszámlálásnál is én sváb vagyok, én azt vallom. A rendezvény három nyelven megtartott szentmisével kezdődött. Magyarország, ami hazánk, itt születtünk, itt élünk, de nem tagadhatjuk meg az anyanyelvünket. Ha az anyám, apám horvát, akkor én nem mondhatom azt, hogy én magyar vagyok, hiszen 5 éves korom még magyar nyelvű, mert 5 éves koromig csak horvátul beszéltem. Tehát én erre biztatnám a Magyarországon élő nemzetiségiket és a keresztényeket, hogy valljuk meg, hogy hova tartozunk, és legyünk büszkék a nyelvünkre és a hitünkre is. A fiatalok közül is sokan tartják fontosnak, hogy nemzetiségi és vallási hovatartozásukat megvallják. Nagyon fontos lenne, hogy mindenkiben meglegyen ez az identitás tudat. Én is egyébként úgy nőttem fel, hogy már a szüleim nem igazán beszélték a sváb nyelvet, tehát már nem tudták úgy átadni igazán szerintem a mi generációknak azt, amiben még ők felnőttek, és ez engem nagyon megérintett igazán, hogy én sem tudtam megtanulni úgy a sváb nyelvet anyanyelvként, és mi most szeretnénk valahol ezt visszahozni. Szeptember végén levélben kap tájékoztatást a lakosság, minden háztartás kap egy népszámlálás feliratú borítékot. Ezt a levelet fontos megőrizni, hiszen ez tartalmazza azt a belépési kódot, mellyel mindenki október 1-e és 16-a között el tudja önállóan végezni a kitöltést az online felületen.